Először járt Nyíregyházán Németország budapesti nagykövetének állandó helyettese, akit csütörtökön a város polgármestere is vendégül látott. Beszélgetésük során szó esett a gazdaságfejlesztésről és az ehhez kapcsolódó szakképzésről, a megyeszékhelyen működő német cégekről és testvérvárosi kapcsolatokról, a városfejlesztési tervekről és a közlekedési infrastruktúráról is. Klaus Dieter Stalker tetszését több dolog is elnyerte Nyíregyházán. Der erste Eindruck war sehr positiv und ich habe ami feltűnő, az kecsetelenül a jó kiépített infrastruktúra, tehát az a benyomásom a város, hogy ez egy jó menő város. A korábbi évtizedekből itt maradt épületek is szépen fel vannak újítva. Az utak néha sokkal jobbak, mint a fővárosban, de hát ahhoz, hogy ezt meg tudja mit élni, majd egy következő alkalommal hosszabb időt kell részletekkel is eltöltenem. A polgármesterrel kitértek a város Debrecennel való kapcsolatára is, ami a BMW gyár megvalósulása esetén tovább mélyülhet, hiszen várhatóan sok beszállítóra, szolgáltatóra lesz szükség az egész régióból.